Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Már régóta szerettem volna beszélni a kötődés kérdéséről. Nyilván nem véletlen, hogy a magyar így használja ezt a szót, hiszen összekötni valamit, ugye köt, a kötés, a kötelék, ezek mind ugyanannak a szótőnek a következményei, képzett alakjai. Miért olyan fontos ez a téma? Hát azért olyan fontos, mert mindannyian úgy születünk, hogy kötődünk. Hát eredetileg, mint petesejt, kötődünk a méh nyálkahártyához keresztül az anyai szervezethez. Aztán ez a kötődés, ez egy teljes egységélményként jelenik meg a 9 hónapon keresztül, amit a magzati létben élünk át. Majd ezt követi az a kötődés, amiben beleszületünk, amikor a tudatunk elkezd szélesedni, tágulni, és ennek következtében felfogjuk, hogy az édes anyánkon kívül még vannak más emberek is abban a csapatban, ahova beszülettünk, és hát elkezdünk kötődni természetesen először az édesanyánkhoz és az édesapánkhoz, később nyilván a nagyszülőkhöz. Nagyon gyakran, ha a mama és a papa valamilyen oknál fogva ritkán vannak jelen a gyermek életében, akkor még erőteljesebb a nagyszülői kötődés, nagyon gyakran a nagymama vagy a nagypapa átveszi az édesanya, édesapa szerepkörét. És teljesen természetes dolog, hogyha ezek után meghal valamelyik, az komoly fájdalom. Hiszen ő képviselt valamit az életünkből, és ezt a valamit, ezt most azzal, hogy meghal, elveszi. Legalábbis abban a fajta realitásban, amely arról szól, hogy láthatom az ismerős alakját, hogy beszélhetek vele, hogy átölelhetem, hogy kedveskedünk egymásnak, ezek mind-mind, hát hogy is mondjam, csak okafogyottá válnak. És amikor meghal egy fontos szerettünk, hozzátartozónk, akkor nagyon gyakran kialakul egy úgynevezett kötelék. Nem véletlen, hogy a magyar gyász évről beszél, az özvegyi fátyol levétele az nem volt ildomos egy éven belül, de aztán a gyászév leteltével az volt a természetes, hogy az özvegy új párt keresett magának. Onnan kell indulnunk, hogy először a mi párunk az édesanyánk. Nem szexuális párunk, hanem az a legerőteljesebb köt. Tehát gondoljunk csak bele, hát jó esetben anyánknak teje van, a mellére vesz, a hasára vesz, ugyanúgy érezzük csak most már kintről a szívdobogását, mint ahogy a magzati létben éreztük. Tehát
ez a fajta kötődés, ez az ember legtermészetesebb érzése. Azért a legtermészetesebb, mert ebbe születik bele. A születés az elvben, ha jól működik, akkor azt a gyermeket várják, fogadják, áhítják, és szeretet és megtartó védelem veszi körül. Tehát óvják, védik azt a gyermeket, szeretik azt a gyermeket, a javát akarják. Ugye milyen gyönyörű kifejezések ezek a magyarban. Tehát teljesen természetes dolog, hogy amikor kialakul egyfajta bizalmi kapcsolat, akkor az ember elkezd kötődni. Később ilyenné válik egy jól működő párkapcsolat, egy jól működő házasság. És hát persze a kötődés, mivel alapérzés az ember életében, természetesen megjelenik a tárgyak esetében, kötődünk a lakásunkhoz, vagy otthonunkhoz, kötődünk a, mit tudom én, megszokott tárgyainkhoz, és kötődünk az elveinkhez, az értékeinkhez. Tehát filozófiai értelemben is van kötődés, kötődünk a hitünkhöz, és ennek következtében ez ad egy magyarázatot arra, nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely területén, hogy az a, ugye kezdetben van a szűk család, aztán van a tágabb család, aztán mit tudom én, gondoljunk csak bele, hogy az is egy kötődés lesz, hát azért gondoljunk bele, 4 évet együtt voltunk napi 6-8 órát egy gimnáziumba vagy középiskolába, utána mondjuk 5 évet talán egy kicsit lazább módon az egyetemen, tehát ott voltak osztálytársaink, évfolyamtársaink, és ezeket az embereket nap mint nap láttuk, nap mint nap találkoztunk velük, és nyilván voltak közöttük barátok, barátnők, akikkel egyébként is találkoztunk még pluszba is, mert jól éreztük magunkat az ő társaságába. Vagyis itt is megvan a kötődés, a barátság, hát az is egy, azt szoktam mondani, a barátság az ugyanolyan, mint a házasság, csak nincs benne szexualitás. Ennyire egyszerű. Aztán persze előfordul, hogy ezek úgy változnak, és barátságból lesz egy párkapcsolat, vagy fordítva, egy párkapcsolatból lesz egy megmarad, ha jó esetben megmarad egy barátság, és aztán az akár eltart a sírig. De ugyanilyen értelemben kötődünk bizonyos szellemi érdekkörökhöz, tehát például mondjuk vallási közösséghez, és ugyanígy kötődünk politikai mozgalmakhoz, pártokhoz. Ilyen értelemben világi szemléletekhez. Tehát nehogy, tehát gondoljunk bele, Németországban a nemzeti szocializmus azért tudott urrá lenni, mert kiábrándultak a polgárok abból a fajta háttérből, amit az előtte lévő, akár német-római császárság, vagy a porosz birodalom, vagy mit tudom én, képviselt, és akkor az első világháborút követően mindenféleképpen revansot akartak. Ugye egy kos népről van szó, revansot akartak. És a Hitler erre ráérzett, és elindultak ezen az úton.
Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyenkor az ember egyrészt a kötődésen keresztül tartozik valahová, valakikhez, valakik közösségéhez, és ugyanakkor itt aztán, ha valaki megfogalmazza a közösség mondjuk vezető tagjaként, hogy kit kell utálni, ki az ördög, ki a gonosz, akkor mivel az ember nagyon könnyen hajlamos projektálni, és a projektálása, tehát a kivetítése által felmenti önmagát, mindig lehet éppen hivatalos ördögöt kiáltani. Most például az oroszok a hivatalos ördögök, teljesen nyilvánvaló, elég régóta Amerika számára Oroszország egy ördögfióka. Na most ez azért vicces dolog, mert igazában véve, ha az orosz kultúrát, az orosz történelmet megnézzük, semmivel sem rosszabbak, mint bármelyik másik náció. De hát, ha belegondolunk, hogy mit csináltak az angolok Indiában, mit csináltak a más területeken a világban, mit csináltak a búrháborúban a hollandok vagy belgák. Szóval elnézést kérek, itt az alapprobléma az mindig az, hogy keresni kell egy ördögöt. És ez régi játék, ez is régi játék. A fekete bárány, hát milyen régi történet már. A fekete bárány, mint áldozat, az viszi el a bűneinket. 2000 évvel ezelőtt ez ment. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ahelyett, hogy az önismereti értelemben elkezdenénk azon gondolkodni, hogy nekem mi a bajom azzal a másikkal, akire rávetítek. Ugye hát ekkor lehetne visszavonni a projektálást, a projekciót, a kivetítést, és ezáltal megértenék valamit a valódi önmagamból, meg a világ teremtéséből. Na minden esetre azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ezért nagyon könnyű például jobboldalt és baloldalt, vagy demokratákat és republikánusokat egymás ellen hangolni, és mindenki tartozik valahova, egy csapathoz, közös a csapat. Ők nem a mi csapatunk, ők az ellenfél, ez még a jobbik eset. Amikor már kikiáltják ellenségnek, az már sokkal rosszabb eset. Na hát ugyanez van a magánéletben. Nincs rosszabb annál, hogy valakit szeretünk, nehogy Isten, egy gyermeket hoztunk együtt létre, aztán utána kikiabáljuk őt ilyen-olyan embernek, elválunk, nem beszélünk vele az utcán, nem köszönünk, bosszút akarunk állni, stb. Ezek nagyon-nagyon, és még egyszer hangsúlyozom, mindennek az alapja a kötés. Tehát, hogy kihez kötődöm. A legnagyobb baj azonban önismereti szempontból az, hogy amikor van egy kötődés, amit én úgymond átírok ellenségképpé, az valójában nem, tehát valójában két érzés fog egymással párhuzamosan megjelenni. Elfojtom, elnyomom a kötődésemet azért, hogy minél nagyobb teret és energiát adjak az ellenségkép gyártásnak. Viszont ott van a kötődés is, csak azt elnyomtam, azt elfojtottam. És ezért aztán például nagyon gyakori, hogy az ilyen helyzetekben nagyon nehéz lesz újonnan találni egy másik embert, akihez tudok kötődni. Azért nem tudok kötődni, mert a kötődést, mint olyat, azt elnyomom, és ugyanakkor az ellenségkép gyártásra helyezem a hangsúlyt. Tehát előbb-utóbb, ha így haladok, akkor paranoid emberré válok, és mindenkiről legyártok valami negatívumot.
Tehát a súlyos, tehát amikor nem sikerül megfelelően kötődni, akkor elkezdek ellenségképeket gyártani. Minden férfi ilyen, minden nő olyan. Ugye ezek, ismerjük ezeket az általánosító ellenségkép képződményeket, és hát valójában a fő probléma az, hogy itt meg kellene állni, és fel kellene ismerni, hogy éppen, tehát így meg kellene kérdezni önmagunkat, figyelj, most te mit csinálsz? Ha nem akarsz már valakihez kötődni, akkor engedd el. De ne gyárts róla ellenségképet, tehát ne essünk át a ló túlsó oldalára. És ezt önmagunkkal meg kellene beszélni, vissza kellene jelezni. Ugye ezt érzem én, ugye én itt Magyarországon élek, tehát nem tudom megmondani, hogy máshogy hogy működik az úgynevezett visszacsatolás. A visszacsatolás az azt jelenti, hogy a dolgok mögé nézve felismerek, rájövök, rádöbbenek, idézőjelben megvilágosodom abban, hogy éppen jelen pillanatban mit folytatok magammal, és ezáltal a külvilággal. Tehát ezt kellene egyre többet gyakorolni, hogy belenézzünk önmagunkba, és visszacsatoljunk, hogy ez így nem teljesen jó. Vagy például, amikor a kötődésből kötelék válik. Ugye mit mond a zen buddhista történetben a szerzetes, akit a másik szerzetes párja úgymond kérdőre von. Te figyelj, én már rég leraktam, te még mindig viszed. Tehát ki tudjuk ezt mondani, hogy rég leraktam? Én számtalan esetben egyéni terápiában látom, hogy az illető azt hiszi, hogy lerakta, és nem rakta le. Becsapja magát. Dehogy rakta. És a szenvedélyek ugyanarról a tőről fakadnak, tehát hogyha a szeretet átváltozik gyűlöletté, az ugyanannak a szenvedélynek egy ilyenfajta megnyilvánulása, tehát a gyűlölködés, vagy a bosszú vágy, ugye, vagy, ami a lehető legrosszabb, a bűntudat, amikor ezt kellett volna tenni, és nem tettem, vagy mit tudom én, milyen rossz voltam hozzá, vagy, és ilyenkor meg még rosszabb a helyzet, ha mondjuk meghal az egyén, és azt kellene föltérképezni valójában, hogy mit nem tettünk meg, mit tehettünk volna érte. És akkor utána jön megint a bűntudatgyártás, pedig nagyon egyszerű a válasz, ha meg tudtam volna tenni, akkor megtettem volna. És akkor itt az önismereti szempontból az a következő kérdés, és mi akadályozott meg? Például lehet erre egy válasz, hogy más fontosabb volt. Legfeljebb akkor szembenézhetek azzal, hogy én őt nem szerettem annyira. Más fontosabb volt. Következő felismerés az, hogy és vajon miért nem tudtam őt annyira szeretni? Ezek mind-mind-mind utak, amiket be kell járni, amit végig kell nézni, amit fel kellene ismerni. Ha sikerült egy kicsit az önismereti feltérképezés ötleteiben új szempontokat felvettem, akkor ennek a videónak is volt értelme. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldja önöket. Viszontlátásra!